No, köszöntjük akkor vendégenket, Burány Sándort és Komját Imrét. Jó reggelt kívánok, köszönöm. Jó reggelt kívánok. Milyen jó azért, hogy van nyári cucca is ebben a piros felsőben. Ugye télen a kapucnis felső, akkor hideg van, de van nyári póló. Én atléta. Fürdőnadrágom nincs ilyen még. Atléta, tehát a sima atléta, olyan nincs. De most hogy mondja, lehet, hogy lesz. Meg széljeki, kampányolós, esős időhöz. MSZP-s van. MSZP-s van. Hát ez fél pont, mert azért ez a klasszikus. Meg szoktuk kérni azért a vendégeinket arra, ez egy ilyen kis bemelegítő, mondhatnám azt, hogy már-már ez a beugró feladat, úgy érted? Kinek milyen atlétája van, vagy nem, hanem az ugye a pultnál mindig mondunk ilyen kis színes híreket, aztán, hogyha tudjuk a vendégeket erről kérdezni, akkor kérdezzük, de önmagában azt ugye most ebben biztos, hogy egyetértünk, hogy tulajdonképpen a választási kampány már elkezdődött, ezt mondták is, hogy el fog kezdeni. Önök szerint ez a beszél angol, nem beszél angol, ez egy fontos kampány téma és eszköz lesz? Hát én ezt nem tartom megmondom őszintén olyan baromira fontos kampány eszköznek vagy témának. Én őszintén szóval annak örülnék, hogyha Magyarországgyűlésben az államtitkárok és a miniszterek magyarul is jól értenének. Az ember feltesz egy egyszerű kérdést, mondjuk, hogy a kormány ígéretéhez híven meg fogja 1%-ponttal növelni a minimálbér összegét, vagy az inflációhoz fogja igazítani a nyugdíjemelést, és akkor kap egy választ, amit talán csak a védekezésnek hívnak, amiben erre a két kérdésre semmilyen mondat nem érkezik, mintha nem is értette volna. Tehát magyar szövegértési problémái vannak a államtitkárnak. Okosát beszél valami, egészen másról, ami aznap éppen eszébe jutott, mikor felkelt, nem tudom. Nem, azért nem csak két percünk van. Akkor jó. Most úgy lehet lazában beszélni. De egyébként, ha már ellenzéki követelések, akkor ugye folyamatosan napirenden van az élelmiszerárak drágulása. Mi is itt beszélgettünk például, hogy mondjuk a zöldséggyümölcs hogyan drágul ebben az időszakban, hogy az alapvető élelmiszereket szeretné az ellenzék, az MSZP és gondolom a Párbeszéd is, hogy csökkentsék az áfáját. Ez mennyire lenne megoldás? Nem inkább az inflációt kéne valahogy leszorítani? Akkor előjön belőlem a profi politikus. Tegnap Soroksáron gyűjtöttünk aláírást, támogató aláírást, most éppen innen egyből Csepelre fogok menni, és például a piacon is meg fogunk jelenni. Hát nem volt téma az angol nyelvtudás, de egyébként az áfa csökkentésről beszéltünk, meg is kérdeztük az embereket, hogy mit szólnak. Azért vannak félelmek, valljuk be őszintén, hogy esetleg majd lenyelik a kereskedők, de jut is, marad is elv. Ez az egyik, és ha már elvet említettem, ennek nem csak az a hozadéka, vagy nem csak azért nyomjuk ennyire, mert hogy közvetlenül szeretnénk pénzt juttatni az embereknek, hanem az is, hogy igazságtalannak tartjuk, hogy miközben a kaszinózás az lehet mondjuk áfamentes, a közben meg Európa egyik legnagyobb áfájából sújtjuk az élelmiszereket. Tehát azért ez is benne van. A másik, hogy hát látszott, hogy járványhelyzet alatt is, hogy mi folyamatosan azokat a megoldásokat kerestük, hogy közvetlenül az embereknek pénzt tudjunk juttatni. Ilyen egyébként, amikor a 100%-os táppénzt kértük, vagy a bértámogatást kértük, azt szerettük volna, hogy oda jusson rögtön az embereknek, mert az a segítség. Most is ezeket a megoldásokat keressük. Azt azért biztos tudja Komjáti úr, hogy bárminek is csökkentették az áfáját, érdekes módon ez az árban soha nem tükröződött. Tehát nem lett semmi sem olcsóbb. Hát a fele azért legalább tükröződik. Tehát amikor voltak, azért tükröződik, nem olyan mértékben, hogy Imre mondta, jut is, marad is. Tehát voltak korábban is példák arra, hogy csökkentették generálisan az áfát, vagy bizonyos termékcsoportoknak az áfát. Legyen kérdés, mert az élelmiszerek közül a húsoknak, ugye jól emlékszem, talán a csirkének az árát is, ugye, vagy az áfáját is ugye csökkentették. Mondjon egy olyan terméket, ahol tényleg ilyen árzuhanás történt. Én azt tudom mondani, amikor 2006-ban generálisan csökkent az áfa kulcs, később vissza lett csinálva a két lépcsőbe, ez már a Fidesz is hozzátett, akkor a inflációban körülbelül a fele megjelent csökkenésként. Ez egy viszonylag széles körű adat. Tehát ezzel lehet kalkulálni, hogy nagyjából a felét lenyelik a forgalmazó kereskedők, de a fele azért megmarad legalábbis rövid távon. De egyébként teljesen jogos, önmagában ezzel az infláció ellen nem lehet küzdeni. Tehát ahhoz kell egy olyan gazdaságpolitika, ami nem támogatja az infláció elszabadulását, hanem fékezi az inflációt. Most éppen egy infláció szakaszban. Emilia már kezébe vette a Népszavát, kérdés jön. Igen, de még azzal kapcsolatban akartam kérdezni, hogy
hogy azért ugye Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ő átérzi a bérből és fizetésből élők problémáit. Hát jó, hogy átérzi, amikor bőrén. Ő maga is abból él. Lehet, hogy a Népszavában olvasta, hogy mi a bérből és fizetésből élők problémája. Biztos, hogy mindenből kap sajtókivonatot. Igen. Egyébként. És akkor elolvasta kávé közben, és milyen átérezte. Átégette magában ezt a problémát. Igen. Kevéssé, nem ugyanannyira emelkedett az ő fizetése a járvány alatt, mint korábban. Ezt a Népszava pont egyébként pár hete, vagy pár napja összefoglalta. Én gondolkodtam is azon, hogy esetleg miniszterelnököknek, mint bérből, fizetésből élőknek egy szakszervezetet alapítok is, és Orbán Viktor lesz az első, akit beléptetünk, és gondolom, hogy nagyon fog neki örülni, és ő lesz a javaslattevő, hogy azonnal töröljük el a rabszolgatörvényt, javítsunk a munkavállalók helyzetén, de hát gondolom őt, mint bérből, fizetésből, kollektív szerződést kössünk, igen, a parlamentbe, minden bizonnyal vevő lenne, de nem szeretném elviccelni, engem nagyon kiverten állami biztosítékot, gondolom érthető, mert közben meg javaslataink tucatjai voltak bent, hogy hogyan segítsünk valóban, és nem csak a gyári dolgozókon, hanem az étterem tulajdonosokon, hotel tulajdonosokon, mindenkin, aki bajban volt, a saját munkájukból élő vállalkozókon, ők valóban megérezték, nem kicsit, meg az a több mint 300 ezer ember is, aki munkanélküli volt, vagy az a 54 ezer ember, amivel most az adott évhez képest nőtt a munkanélküliek száma, ezért is kértük ugye a 9 hónapos álláskeresési járadékot. Bérből, fizetésből élőként annyira nem érintette meg a miniszterelnököt ez a téma. Meg hát, ha hozzáveszünk, a bérből és fizetésből élő 99%-a, az nem ül magán repülőgépre akkor, amikor akar. Orbán Viktornak ez egy ingyenes juttatása a haveri gazdálkodói köröktől. Akkor utazik bárhova nyaralni, vagy meccsre magán repülőgéppel, amikor éppen csak kedve szottyan. Ez egy nem tipikus természetbeni juttatás a bérből és fizetésből élők számára. A kafetéria része biztos. A kafetéria része. Igen. Ott a Kolostorban, a Várban biztos van ilyen záradék a kafetéria szerződéseknél. Nem tudod. Hát, azt olvasom rá az arcodban. Engem úgy néztetek rá, mint hogy most ezt kellene tudnom, hogy ott mi zajlik, vagy mi nem zajlik. Egy dolog jutott azért az eszembe, mert a stúdió előterében sokszor szoktunk azért politikusokkal beszélgetni, néha mást mondanak ott kint, mint amit bent a stúdióban, de tegye a szívére az a kezét, aki mondjuk bérből és fizetésből él, és egyszer azt mondanák neki, hogy szíve, van egy magángépem, elvinnélek téged valahova, mondd meg, hogy hol szeretnél foci meccset nézni, vajon az ember nemet mondaná-e? Akkor szívemre teszem a kezem. Én nem vagyok országgyűlési képviselő, de volt olyan, vagy van olyan barátom, aki egy nagyon ismert zenekarnak a menedzsere, igen, aki szeretett volna meghívni a saját nyaralójában, és azt mondtam, hogy kösz, én akkor már úgy értve, hogy ez a nyaraló, tehát fizetős, tehát nem a saját nyaralója, hanem működtet egy ilyen nyaraló, és akkor mondtam, hogy kösz, de inkább nem, mert soha nem lehet tudni, nem fogják azt mondani, hogy ez korrupció. Aha. Tehát én etikátlannak tartotta volna egyébként? Nem is az, hogy etikátlannak, hanem egyszerűen azt érzem, hogy másnak nincs lehetősége ingyen eljutni ilyenekre, akkor én inkább azt mondom, hogy vannak a gyerekeimnek olyan osztálytársai, akik akkor hívja meg őket, és menjenek el ők, mert nekik nincs arra lehetőségük. Én hál' Istennek megtehetem azt, hogy ki tudjam fizetni, akkor én kifizetem. Akinek meg nincs lehetősége, akkor menjenek ők. Amelyik nyugat-európai országban nyomozás indult, talán egy miniszter vagy miniszterelnök ellen, mert a reggeli számláját kicsit túllépte közpénzből, és most igen, rendőrségi nyomozás. Talán van még skandináv ország. Hát, hogy igen. Azért szeretnék egy olyan országban élni, amikor ez bármikor bekövetkezhet, és mindenki tudomásul veszi, hogy a közpénz az közpénz, és soha nem veszíti el közpénz jellegét. Nem tudom, mert van egy összefoglalónyom. Igen, egy teljesen más témában, de nagyon fontos témában van egy összefoglalónk azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Védettségi Igazolvány digitális verziója június 15-től tartalmazni fogja minden oltás típusát és időpontját, és így alkalmas lesz majd az uniós zöldkártya kiváltására. Erről beszélt tegnap a kormányinfón Gulyás Gergely. Jön egy összefoglaló, aztán innen folytatjuk. Sokan sétáltak, bicikliztek délelőtt Budapesten, a szabadban pedig már maszkra sincs szükség. Ami az Európai Uniós igazolványokat, védettségi igazolványokat, úgynevezett green cardot illeti, ott
A kormány tegnap megtárgyalta az ezzel kapcsolatban ma ismert szabályokat. Digitális és papír alapú igazolvány is lesz. A digitális június 15-ére készül el, és addigra a magyar digitális igazolvány is tartalmazni fogja az oltás típusát és dátumát. Technikai akadálya nem lesz annak, hogy Magyarországon július 1-től az Európai Uniós Védettség igazolványt is lehessen használni, vagy a magyar védettség igazolványt Európai Unió által elfogadott igazolványként is használni. Az uniós igazolvány a határátlépéshez, a tagállami igazolvány pedig az országon belüli mozgáshoz kell, magyarázta el stábunknak a nemzetközi jogász. A kormányinfón elhangzott az is, hogy szívesen adnak kölcsön vakcinát más országoknak is, azzal a feltétellel, hogy azt néhány hónapon belül visszakapjuk, ugyanis Magyarország mindent megtett annak érdekében, hogyha szükség lesz emlékeztető harmadik oltásra, akkor ezt mindenki megkaphassa akár úgy, hogy csak nyugati vakcinával oltanak majd. Önöknek van kártyájuk? Van. Nekem is van, igen. Van. Nálunk gyakorlatilag a legkisebb fiunkon kívül mindenki be van oltva, és innen is szeretném üzenni a kormánynak, hogy tegye lehetővé, hogy a 14-15 évesek el tudjanak menni úszni, ugyanis szülővel sem mehetnek, hiába vagyunk beoltva. Koncertre vihetem a gyereket, étterembe vihetem, de úszni nem vihetem a 14 éves fiamat, mert nincs beoltva, hogy őket még nem oltják. És mondjuk most a 17 éves fiaim már megkapták az igazolványt, ők már jöhetnek velem úszni, de a fiam, aki rendszeresen úszik, nem versenyszerűen, ő csak akkor mehetne, ha versenyszerűen, de mondjuk nincs erre lehetőség, ők el vannak ettől zárva. Tehát ez is egy ilyen logikátlan dolog. Ezért küszöbön van most pont a 12-től fölfelé lévő korosztály oltása. Lehet, hogy nem kell sokat. Reméljük, hogy minél hamarabb eljön ez a lehetőség, de addig is jó lenne, hogyha akkor ezt a logikátlanságot is megoldanák. És még egy dolog, hogy aki megvásárolta az úszodabérletet, például a fiamnak van ilyen, és még nagyon sok osztálytársának van ilyen, annak jó lenne meghosszabbítani ezt a véletet, mondjuk január vagy június 30-án lejár, és akkor ez megy a levesbe, és megint csak hangsúlyoznám, hogy vannak olyan gyerekek és osztálytársak, akiknek ez sokat jelent. Amikor megkaptam a védettség igazolványt, akkor megnéztem a QR kód alapján, hogy milyen információk vannak mögötte. Hát remélem azóta fejlesztették, ez már jó pár hete volt, gyakorlatilag semmilyen információ nem volt az applikáció, pontosabban a QR kód mögött a honlapon. De ugye pont ez a hír arról szól, hogy ez most már lesz. Hát ideje, mert egyébként mi értelme egy olyan igazolvány, ami betesz az ember a többi közé, de egyébként semmire nem jó. Hát van már. Jó, lehet, hogy Mongóliában lehet vele utazni, mert van szerződés. Új személy igazolvány, ami arról volt, hogy a tajkártyát mindent kivált. Igen. Az óta sem működik. Ugye most nagyon sokan arra várnak, hogy kétoldalú megállapodásokon túl mondjuk az orosz vakcinát mikor fogja az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezni, mert hogy nekünk az is egy nagy előrelépés lenne. Ezen kívül mit tudna még tenni a kormány? Mert ugye mondják azt, például az MSZP mindig mondja, hogy a Újhelyi István, hogy na, motiválni kéne a kínai illetékeseket, hogy benyújtsák az Európai Gyógyszerügynökséghez a kínai vakcina engedélyeztetését is, de hát most ebben nyilván nem a magyar kormánynak van úttörő szerepe. Meg lehet, hogy a kínaiaknak ez presztízs kérdés, hogy jusson. Hát nekik így is megvan a maguk piaca, meg azok a baráti országok, ahol a külügyminiszter engedélye alapján akkor is lehet ezt használni, hogyha egyébként semmilyen orvosi szakbizottság. Magyarország nem egy akkora piac. De Magyarország fontos előre tolt bástája Kínának Európában, ez az egyetem a Fudan példája is mutatja. Kis ország vagyunk, de előre tolt bástjának, Kína érdekeinek komoly védőjeként, itt Európában mi fontosak vagyunk. Igen. Jaj, de jó, hogy szóba hozta a Fudan Egyetemet, mert ugye pont itt volt Baranyi Krisztina a vendégünk, és ugye beszélgettünk tegnap arról vele többek közt, hogy ugye új ilyen klassz utcaneveket avattak fel, vagy neveztek el, és reagált a kínai külügyi szóvivő, aki azt mondta, hogy az ilyen viselkedés elítélendő, a fejlődés erőteljes szakaszában van, ugye itt Kína és Magyarország kapcsolatára gondolt nyilván, és gyümölcsöző eredményekkel kecsegtet. Akkor miért kell szíteni önök szerint például ezt a gyümölcsöző kapcsolatot?
a gyümölcsögyök kapcsolatot szítani. Ez nem rossz. Ezt akartad mondani, hát szítani a gyümölcsögyök? Ő mondta. Tehát a gyümölcsögyök kapcsolatot szítsünk akkor most egy kicsit. Nem? Persze. Igen, bocsánat. A gyümölcsögyök kapcsolatot a kormány szítja, mert hát persze kínai kormányhivatalnoként én is üdvözölném azt, hogyha Magyarország több százmilliárd forinttal támogatná a saját országom egyetemének megépítését valahol Európában. Azért így könnyű gyümölcsöző kapcsolatokról beszélni. Így van, többször kérdezték, hogy mi az MSZP álláspontja ezzel kapcsolatban, én elmondtam, hogy nekünk a legfontosabb az, hogy a magyar dolgozók magyar adóforintjaiból legyen lehetőség mondjuk magyar diákoknak az ingyenes oktatásra. Ezt nem látjuk ebben az esetben, tehát már csak ezért sem tartjuk. Mennyire mozgósítanak a holnapi tüntetésre ezzel kapcsolatban, akár a Párbeszéd, akár az MSZP, és akár úgy, hogy vidékről is jöjjenek? Hát abszolút beleállunk a mozgósításba, de azt gondolom, hogy mozgósítás nélkül is nagyon sokan eljönnének, mert azért az érezhető, hogy ez nem csak a Fudan Egyetemről szól. Szerintem eléggé felgyűlt sok emberben a mondani való, a tiltakozni akarás, úgyhogy ez nem csak a Fudan Egyetemről fog szólni. A Párbeszéd már 3-kor kezdi a gyülekezést, így a tüntetés, ha jól emlékszem, hivatalosan 4-kor kezdődik a demonstráció, úgyhogy ott leszünk. Köszönjük szépen!